Az MLS által meghirdetett országos pályaépítési program támogatásával új kézilabda pályaméretű műfüves pályát avattak az Izsák Imre VMK udvarán. A közel 30 millió forintos összköltségvetésű beruházás 30%-át az önkormányzat finanszírozta. Településrész utánpótlás csapata foglalhatta el elsőként az új sportpályát. Az Izsák Imre AMK területén lévő kézilabdapálya méretű műfüves pálya az MLS országos pályaépítési programjának segítségével épült meg. A 9. Zala megyében ebben vannak nagyméretű pályák, például Hévízen vagy Nagykanizsán, kisebb méretű, mint a mostani gáns kultúrát körülmények között tudnak a gyerekek játszani, futballozni, vagy akár más játékos gyakorlatokat is bemutatni. A közel 30 millió forintos beruházáshoz a városi önkormányzat 30%-ban járult hozzá. 9 millió forint városi támogatást kapott ez a létesítmény, az MLS társasági adós programjának a keretében valósul meg. Már 3 pályát építettünk, hamarosan 2 kisebb ovis pálya fog elkészülni, és a következő évben is tervezzük a program folytatását. Egyet fogunk építeni Botván, és egy nagy műfüves pályát az ifjúsági sportcentrumba. A településrész régi vágya vált valóra az új pályával, ami nem csak az AMK, hanem az egész közösség számára lehetőséget teremt a sportolásra. A műfüves focipálya többféle generációt akar kiszolgálni, elsősorban az Izsák általános iskola óvodásait és tanulóit, másodszorban természetesen a Csásbazsoki fiatalokat, és harmadsorban ne felejtjük el, 4 évvel ezelőtt megalakult a Csásbazsoki Nemes Apáti Egyesület, és ez a pálya arra is hivatott, hogy az utánpótlás nevelje a felnőtt foci csapat számára, úgyhogy szinte minden generációnak szolgálni fog. Az Izsák Imre AMK a jövőben lelátóval is szeretné bővíteni a műfüves pályát. Az ünnepélyes átadót követően színes, szórakoztató programokkal várták a helyieket.